A vásárosnamény melletti Kisvarsányban évek óta problémát okoztak a magasabb árhullámok, ezért is döntöttek az új gát építése mellett. A két fordulós projekt még 2009-ben indult, a tervezés és előkészítés után pályázati támogatást kapott a község. Közel 900 millió forintos beruházás ez az árvízvédelmi töltés. Ez mind Európai Uniós forrásból 100%-ig támogatott volt ez a töltésrész. Majdnem 2 kilométer hosszú, és ezen ugye, mint ahogy látjuk, egy útburkolat is megvalósult, amelyikben tehát akár egy sétányt is ki fogunk tudni majd később alakítani. A gát a község ófalui részén fél száz családi ház, több mint 100 lakosát és egy 18. században épült, műemléki védettségű református templomot véd ezentúl. Az átadáson Tilki Attila országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg megfelelő az árvízvédelmi helyzet, de folyamatos fejlesztés alatt áll. Megépült a Szamoskrasznak a vízszározó, átadás előtt van a Beregi vízszározó, megépült a ez a gátszakasz, ami Kisvarsánynak az ófalusi részét védi, és tervezés alatt van a szatmári részen több kisebb víztározó, nincs más lehetőség. Ezt azért mondom így, mert néha persze azért tiltakozással is szembe találja magát a mindenkori kormány, de ahhoz, hogy meg tudjuk védeni az embereket, ahhoz gátat kell építeni, és a gátakat nem csak mi építjük, hanem a határfolyó szakaszon azért az ukránok is elvégzik a töltésépítést, tehát a már megépített gátaknál is töltésmagasításról is kell majd beszélnünk a közeljövőben. A kisvarsányi új töltés csatlakozik a Tisza fő védvonalának gátrendszeréhez, ami a vízügyi szakemberek szerint teljes védelmet nyújt majd a várható árhullámok ellen.